Jelei Károly egykori válogatott kapus, FIFA licenses menedzser nemrég Nigériában járt, hogy megismerkedjen az afrikai ország futballjával, és kiderítse, miért is tudja ontani a futballból a tehetségeket. Jelei Károlyt a tapasztalatairól faggatta Deák Horváth Péter. Szeretem mindig a kihívásokat, és engem annyiszor hívtak Nigériába, hogy úgy gondoltam, hogy egyszer meg kellene nézni, hogy tulajdonképpen mi van ott. Ugye Nigériáról több mindent tudni kell. Több mint 180 millió ember él ott, tehát Afrika legnépesebb országa, a föld hetedik legnépesebb országa, és azt is tudni kell, hogy a labdarúgás ott az egyik legnépszerűbb. Ráadásul háromszoros Afrika kupa győztestől kezdve utánpótlásuk nagyon sikeres, és nem mellesleg gazdaságilag Nigéria Afrika leggazdagabb országa. Még akkor is, ha ez elég furcsán hangzik. Ez egyik legnagyobb olajkitermelő ország, nagyon komoly pénzek vannak az országban, és ha most azt mondom, hogy ugye Nigéria 30-valahány tagállamból áll, van 4-5 olyan tagállam, amely olajkitermelő, aki nagyon-nagyon gazdag. Azt el sem tudjuk képzelni, mennyire gazdag. És úgy gondoltam, ki meg körülnézek, milyen lehetőségek vannak, rendezvényszervezés, illetve bármilyen üzleti kapcsolat mentén. A labdarúgásról tudtam, hogy jó az afrikai labdarúgás, rengeteg nigériai játékostársam volt, tudtam, hogy nagyon kapósak a világban, jó a megítélésük a nigériai játékosoknak, és gondoltam azt, hogy megnézem, hogy néz ki egy nigériai akadémia. Amikor Belgiumban játszottál, akkor találkoztál velük? Abszolút, nekem nagyon sok nigériai játékostársam van, Steven Cashivel nagyon sok szóval játszottunk egymás elleni az Anderlechtbe, én Antwerpenbe, ő egy legenda Nigériában, volt szövetségi kapitány, de rajta kívül még tudnék sorolni nem egyet és kettőt, akik tényleg a nigériai labdarúgásnak a hírnevét ugye későbbiekben is növelték. Kanu, csak most hirtelen, hogy egyet kiemeljek. Tehát egy a lényeg, jó futballistákból áll, akik Nigériában nevelődtek. Kíváncsi voltam, hogy hogyan nevelnek futballistát Nigériában. Nagyon érdekes helyzet, ugyanis Nigériában nincs szervezett bajnokság. Tehát olyan értelemben utánpótlás bajnokság nincsen, hogy országos szintű bajnokság. Tornákat játszanak. Különböző régiók akadémiái egymás ellen küzdenek, és arról szól az egész, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy ők milyen ügyesek, milyen tehetségesek, és mindenki külföldre akar menni futballozni. Ugye megint gazdasági oldal, Nigériának a 70% a mély szegénység küszöbén van. A fiataloknak egy kiugrási lehetőség van, hogy sikeresek legyenek a sportban. Elérhetők olyan értelemben a mérkőzések, hogy a televízióban nézik, hogy az európai bajnokságot, a dél-amerikai futball? Igen, abszolút. Tehát képbe vannak, a fiatalok is nézik folyamatosan, mert azért ott is adják a televíziók a jobb mérkőzéseket. Amikor kim voltam és ezen a tornán voltam, tulajdonképpen 4 államnak 12 akadémiája szerepelt, és ezeknek a tornáját néztük meg. Mind a mellett megnéztem első osztályú nigériai bajnoki meccset, másodosztályú nigériai bajnoki meccset. 8 napot voltunk ki, ebből 6 nap volt az a, úgymond, amikor itt voltunk a tornán, 21 meccset néztünk meg. Tehát nem kéj utazás volt, reggeltől estig a futballpályán voltunk, és néztük, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsünk. Mondod, hogy mély szegénység és kitörési pont a futball. A mély szegénységgel hogyan találkoztál az utat során? Egyet tudni kell, Nigériában az idő az egy nagyon relatív fogalom. Mondjuk egy repülőgépnek 4 órakor van a belföldi járatnak indulás, az biztos, hogy 4-kor nem fog elindulni. Ez valamikor elindul majd. Ha ki van téve, hogy egy mérkőzés mikor van, biztos, hogy nem akkor kezdődik. Tehát ezek mind olyan apró dolgok, amik tartoznak abból a szempontból a mély szegénységhez, hogy össze se lehet hasonlítani az európai mentalitást az afrikai mentalitással. A mély szegénység abban látszik, hogy kezdve azon, hogy amikor Abudzsába érkeztünk, fővárosba elmentünk a követségre, és a követségen beszéltünk a konzul asszonnyal, és amikor a konzul asszony megkérdezte tőlünk, hogy tudjuk-e, hogy hova megyünk. Hát mondom, megnéztük a térképen, persze, tudom, hogy Oba városába megyünk, Alamra, államba. Csak azért, mert mondta, hogy azzal készüljünk fel, hogy addig, ameddig Abudzsába vagy Lagoszba vagyunk, azt mondja, ha bármilyen baj ér bennünket, tudnak segíteni. De ha elhagyjuk a fővárost, onnantól kezdve senki nem tud rajtunk segíteni. Tehát onnan azt mondja, ha minket ki kellene valamilyen oknál fogva menekíteni, eléggé reménytelen a helyzet. Úgyhogy úton állok fegyveresen? Abszolút, mi a veszély? Igen, tehát repülővel elrepültünk mi a fővárosból, de egy kisvárosból leszálltunk, és onnantól másfél órát kellett nekünk kocsikázni, úgyhogy eljussunk abba a városba, ahol ez a torna volt. Fogalmazhatnék, hogy enyhe túlzással egy betonos út van végig, ami végigmegy a nagyvárosokon is, és onnantól lekapcsolódnak alsóbrendű utak, azok már nem betonosak. A betonos útjak alapvetően jó minőségű, azt kell, hogy mondjam kimondottan, de 10 kilométerenként valahogy fel van ásva az út, hatalmas gödröket csinálnak, hogy lelassítsák a forgalmat, és ott katonai ellenőrző pontok vannak. Magyarul, hogy meg kell állni, és mindig ellenőriznek. Na most erre mondták azt nekem, hogy katonák vagy katonának látszó egyedek. Tehát, de nincs polgárháborús helyzet. Nincs, alapvetően nincs, de az, hogy ott a
katonaság fegyverrel van, sőt, szerintem nem csak a katonáknak van fegyverük, az egy teljesen elfogadott dolog. Nem akarom senkinek elvenni a kedvét Nigériától, de egy biztos oda egy direkt turista útra elmenni nem szabad. Tehát az egy nagyon-nagyon veszélyes vállalkozás. Nekem nagyon-nagyon sok hosszú tárgyalásba tellett, mire olyan megbízható embereket találtam a kapcsolatrendszeremen keresztül, akinek a tapasztalata megvan, az ismerettsége megvan, a kapcsolatrendszere megvan, hogy egyáltalán elgondoljam azt, hogy elmenjek oda. Így is több mint 6 hónapot szerveztük ezt a túrát, hogy elmenjünk, de nem bántam meg. De féltél fehér emberként? Egyáltalán ők a feketék hogyan tekintenek? Nem volt egyfajta, nem is 3-4 lépés távolság, gyanakvás? Külön kell választani a fővárost, meg tulajdonképpen ami a nem a főváros. Tehát inkább nem akarom azt mondani, hogy vidék, mert inkább azt mondom, az ország többi része. A főváros meglepő, amúgy egy gyönyörű város. Azt kell, hogy mondjam, tiszta, szép, tényleg emeletes épületek, tehát európai szemmel is azt mondom, hogy élhető város. De amint elhagyod a város határt, onnantól kezdve teljesen más világ. Olyan lakások, amik nem igazából házak, nem azt mondom, hogy vályok házak, de ilyen palaházak. Tehát érezhető az, hogy nagy a szegénység. A havi kereset átlagban $60. Egy családban 8-10 gyerek van, és ez természetes. Ott fogamzásgátlást nagyon nem ismerik. És amitől nagyon erős a nigériaiaknak egyébként a család szeretete és a család összetartó ereje, az az, hogy megérdeklődtem és beszélgettem nagyon sokat ott a nigériaiakkal. A szülők, vagyis az anya, az 3 éves koráig szoptatja a gyereket, tehát egész sokáig, és egy olyan kötelék alakul ki ezáltal az anyával és az anyán keresztül az egész családhoz, hogy hihetetlen erős ez az összetartó erő. Beszélgettem a játékosokkal, akik akadémián nevelkedtek, nagyon sokkal. És mindenket megkérdeztem, mi akarna, például mindig futballista akar lenni, ez volt az általános kérdés. A válasz viszont az, hogy jó, és ha te futballista leszel és eljutsz Európába, és sok pénzt keresel, mire költenéd? 10-ből 10 azt mondta, hogy hazaküldöm a családnak. Ő kap egy lehetőséget az életből, neki egy dolga, hogy gondoskodjon a saját testvéreiről, szüleiről. Ez egy hihetetlen dolog, és ezek így is élnek. És ami nagyon érdekes volt a elsősorban ezen az akadémián, 18-20 év közötti játékosok játszottak többnyire az akadémián, volt egy-két idősebb nyilván, de azokat ugye alapból nem is néztük annyira, de... Egy a lényeg, hogy nagyon-nagyon nagy odaadással küzdenek. Kezdődik ott, hogy a nyugat-afrikaiaknak egy hihetetlen genetikájuk van. 16-18 éves nyugat-afrikai futballista az már férfi. Míg egy magyar 16-18 éves az gyerek. Teljesen más a fizikai felépítése, más az izomzata. Ez most nem arról szól, hogy most hamisítják a papírok, amit sokszor hallottam én is. Biztos, hogy van ilyen is. Én ezt nem vitatom. De alapvetően ezen a tornán csak férfiakkal találkoztam 16-18 éves játékosokon keresztül. Úgy küzdenek, úgy hajtanak, amit nem tudsz átadni. Az a megélhetésükért hajtanak tulajdonképpen. Felhívják magukra a figyelmet, hogy itt vagyok, engem választhatok, engem vigyetek el, hihetetlen mikre képesek. A pályaviszonyokat nem lehet összehasonlítani Magyarországgal, meg úgy általában a világgal. Tipikus grunt futball. Olyan hepehupás a pálya, annál hepehupásabb nem lehet. De füves, elméletileg. Elméletileg igen, de fogalmazunk úgy, hogy füves, földes, éppen ami van rajta, a labda rajta nem tud gurulni. Pont ezt a hátrányt ők előnyé kovácsolták, ugyanis mit ad ez az egész történet? Azt láttam, hogy egy alapvetően, ugye megint genetika, ezeknek a játékosoknak a fehér izomrostjuk, tehát a gyors izomrostjuk sokkal nagyobb százalékban van, mint egy európai játékosnak. Ezáltal az összes játékos villámgyors, dinamikus. És emellé párosul az, hogy ugye ezen a pályán nem lehet gurítani a labdát, hanem csak rúgni, és aztán pattog össze-vissza. Rákényszerül egy sokkal gyorsabb reakcióidőre, tehát felgyorsult a reakcióidejük, amelyik lábra jön a labda, azzal próbál beleérni, tehát alapból kikényszerítik belőlük a kétlábasságot. Nigériában azt láttam, hogy 10-18 éves játékos dinamikus, nagyon jó felépítős és kétlábas. De nyilván egy része genetika, másik része pedig az, hogy nincsenek olyan körülmények. Rá van kényszerülve, egy érintésből próbál játszani. Visszatérek arra, amit régen ugye az öregek meséltek nekem, hogy hát a grundfutball, hát azért voltunk olyan jók, mert grundon fucisztunk egész nap. És tudod, mi volt még nagyon-nagyon érdekes? Az 5 nap alatt jártunk 21 meccset, 45 fokba, ilyen talajon, és egy sérülés nem láttam. Senki nem sérül meg. Olyan ellenálló az izomzatuk is ezeknek a srácok, húzódás. Nem történt meg, kifordult bokája, ilyen, pedig én azt gondolnám, hogy attól azt vártam, mikor fog valaki, senki. Pár napot nagyon sokat beszélgettünk kollégákkal, lejött, hogy mitől jó a nigériai labdarúgás, mitől ilyen a mentalitás ezeknek a nigériai srácoknak, és a futballban igenis meggyőződésem, hogy igazából a szegényekből
fog mindig kialakulni az a mentalitás, hogy több akarjon lenni, mint a többi, mert még egy középosztálybeli fiatalnak nagyon sok egyéb dolga van. Ha nem úgy alakul a formában, hát akkor csinálok mást, mert megtehetem, mert van rá pénz, mert segítenek, de egy szegény gyereknek nincs más lehetősége. És ezáltal vas akarat van bennük, hihetetlen energiák, hihetetlen akaraterő van ezekben a srácokban. 180 millió emberből nagyon-nagyon nehéz felhívni magukra figyelmet. Veszélyes környék, veszélyes üzem, így fogalmaznék. Azon a területen, ahol én voltam, még fehér ember nem járt. Távolságtartóan viselkedtek, ugye, amikor oda kerültünk, de amikor látták, hogy tényleg próbálunk kedvesek lenni, próbálunk közvetlenek lenni, oda mentünk, kezet fogtunk velük, megöleltük, nevetgéltünk, meg onnantól kinyíltak. Abszolút mások lettek. Volt egy olyan érzésem, és ez nem tudom, hogy ez így van, vagy nem. Tehát amikor nem érezték a magukon, vagy nem éreztettük mi se, hogy ők kevesebbek lennének, mint mi, ezáltal abszolút ember számba vettük őket, és nagyon kedvesek voltak. Megint egy apró példa, iskolai testnevelés. A gyerekek ugye, hogy iskolába járnak, és ott egy stadionban volt tulajdonképpen ez a torna, és a meccs közben egyszer csak kijött egy iskola, két osztálya, testnevelés óra, arról szólt a testnevelés óra, hogy kijöttek a gyerekek, fiúk, lányok együtt, és fogták, és elkezdtek körbe-körbe futni a futópályán. Iskolai ruhában nem volt átöltözés, stb. És lehetett látni először, hogy úgy nem ismertek elfutni a közelünkbe se. Tehát, hogy nagyon nagy évbe kikerülgettek bennünket, és amikor ugye véget ért a tornóra, mondtuk a testnevelő tanároknak, hogy ott, hogy nyugodtan jöjjenek ide, nincs ez semmi probléma, fotózkodtunk a tanárral, na onnantól kezdve mindenki jött fotózkodni, ölelgetni, megsimogatni, és innentől kezdve a hét összes napján hozták ki az osztályokat, hogy megmutassák a fehér embereket. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt ez a kontraszt. Olyan lehetőség van bennük, ami az európaiba vagy egyéb népekben nincs benne. És ha ezeket a srácokat úgymond a futballba úgymond európanizálni lehet, nem jó kifejezéssel, de próbálom érthetővé tenni, gondolom, sejted, mire gondolok, akkor csodát tudnak művelni. Itt egy a kérdés, hogy ugye 100-150 év lemaradásból idehozol Európába egy afrikai fiút, nem mindegyik ugyanúgy tud alkalmazkodni. A jót könnyű megszokni. De amikor egy gyereknek, és most nem bántva, egy ruhája van összesen, amikor egy héten egyszer fürdik, mert nincs többre lehetősége, és most nem azt mondom, hogy ez így van, ezek feltételezések bennem, csak de azt látom, hogy az akaraterő, az elhatározás mindegyikben hihetetlen nagy. Azt mondták, hogy ők bármit megadnának azért, hogy ők a lehetőségét megkapják azért, hogy ők megmutathassák. Fölfigyeltünk már egyszer a nigériai focira, 96 Atatai olimpia, és ebből lett a világklassz és nigériai válogatott. De ez már jó 20 évvel ezelőtt történt. Benned, mint európai szakemberben azt látják, hogy segítesz abban, hogy ők tovább lépjenek, mondjuk Európába jussanak? Igen, alapvetően ez volt a kérés. Tehát én amikor kimentem először is, ugye, amikor meghívott engem ez az akadémia elnöke, én mondtam neki, hogy fél, én nem játékos ügynök vagyok. Tehát ezt letisztáztam vele az elején. Én azt mondtam, hogy segítek neki abba, hogy megmutatom az akadémiáját olyan szakembereknek, vagy olyan embereknek, akik foglalkoznak igazából játékosokkal. De megmondom őszintén, elkápráztatott, amit ott láttam, én azt mondom, ez egy aranybánya. Ha valaki ehhez jól nyúl hozzá ezekhez a gyerekekhez, itt csodákat lehetne művelni. És nyilvánvalóan még az is megfordulta a fejembe, hogy Nigériába csinálni egy olyan akadémiát, ahol jobb körülményeket teremtesz nekik, és tényleg kiválasztod a 180 millióból a legügyesebb 20-at, meg lehetne nyilván csinálni, nem tudom az európai ember, hogy tudná ezt elviselni. A közbiztonságban vannak ott azért hiányosságok, tehát mi úgy voltunk kint, hogy a 8 napon folyamatosan 4 gépfegyveres katona vigyázott ránk. Nem volt atrocitás, nem is ért bennünket semmilyen, még csak csúnyán se néztek ránk, de nyilvánvalóan oka van, hogy ezek ott voltak és vigyáztak ránk. Én mindig azt mondom, az embernek el kell mennie mindenhova, tanulnia kell másoktól, igenis a nigériaiaktól is lehet tanulni, nagyon-nagyon sok minden. Tehát nem csak Angliában, Németországban lehet tanulni, hanem ezektől az országoktól is. Nagyon örülök, hogy elmentem, mert ezt sehol nem tudja az ember megtapasztalni. Az biztos, hogy nagyon-nagyon körültekintően kell egy ilyen útra elmenni, és felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy azért ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Nem mondom, hogy nem volt olyan időszak, amikor néha nem féltem én is, de megbízható emberek kezébe voltam, és ezt a legnehezebb kiválasztani, megbiztató emberek kezében legyen. Visszavárnak? Abszolút. Mivel nagyon jól sikerült a torna, azért tudni kell, hogy én mondtam, hogy segítek egy pár afrikai játékosnak, akiket úgy döntöttünk, hogy tényleg olyan képességű, megpróbáljuk megoldani, hogy behozzuk őket Magyarország és magyar kluboknál, elhelyezzük őket, és adunk egy lehetőséget nekik, mutassák meg, bizonyítsák be, hogy ők olyanok.
Részben nyilván jótékonykodás, de részben üzlet is. Tehát én azt gondolom, ezekben a játékosokban nagyon-nagyon komoly lehetőségek vannak. Bízom abban, hogy ezek a srácok meg tudják mutatni, tudnak egy irányvonalat mutatni, hogy milyennek kellene fejbe lenni ahhoz, hogy az ember egyről a kettőre jusson, és ha a magyar klubok egy kicsit elgondolkodnak, akkor azt gondolom, hogyha egy-két magyar klub egy-egy játékost megfuttat, és fogja tapasztalni fél év után, egy év után, hogy ez jó, vagy nem jó. Ha nem jó, akkor vissza kell küldeni. Ha meg jó, akkor lehet, hogy nekünk kell valami változtatni. Jussunk el oda, hogy megtapasztaljuk a dolgot, a másik pedig az, hogy hát, ha még üzletet is lehet ebből kötni, hogy egy-egy klub ezzel jól jár. Győri Eto kim volt velem Sós Imre, nem vagyok felhatalmazva rá, hogy erről nagyon sokat beszéljek, de az Imre úgy jött haza, hogy ő nagyon-nagyon sok hasznos dolgot látott, és azt gondolja, hogy amiért kiment, ő az bőségesen visszakapta, és ő úgy gondolja, hogy ebből nagyon komoly hasznot fog látni. Dél-Amerikában is tett egy rövid látogatást, ugye Brazília központban. Most afrikai gyereknek és egy brazil gyereknek milyen indítatásai vannak, mert azt látjuk, hogy a brazil játékosokkal tele van a világ. Mi az alapvető különbség köztük? Van-e? Van. Nagy a differencia. Mások a dél-amerikai játékosok, és mások az afrikai játékosok. Még az afrikai játékosnál azt láttam, hogy fizikai adottságai átlag feletti, a genetikájuk átlag feletti, az akaraterejük az átlag feletti. Brazíliában más láttam. Ott is nagy a szegénység, és ott is a csórokból lesznek a futballisták. Tehát ott is voltam én brazil akadémián, ami Riótól egy 80 kilométerre volt a nagy semmibe kint, és ott is láttam, hogy hogy nevelődnek ezek a játékosok, de mégis más. Más az a szegénység, meg más az afrikai szegénység. És más a brazil futball és az afrikai futball. Egy közös vonása van mind a kettőnek. Mind a két helyen egyéniséget nevelnek. Nem csapatba gondolkodnak, hanem egyéneket nevelnek, egyéniséget. És nagyon-nagyon érdekes, hogy mi Magyarországon nem egyénekben gondolkodunk. Az akadémiák próbálnak egy szögletes elgondolás mentén játékosokat képezni. Mikor itt volt nekem Angliában az egyik menő akadémiának az igazgatója, és itthon volt egy UEFA elit torna, és szabadnapon felhívott el, hogy te menjünk már el egy meccsre, meg szeretne nézni, nem akarom mondani, melyik csapat meccsét, U19-es meccs, kíváncsi, szeretném megnézni, mondjam meg, hogy el tudunk-e menni. És akkor körbe telefonáltam egy-két helyre, igen, játszanak, menjünk el, elmentünk, megnéztük, egy rangadót néztünk meg. Megnéztük a meccset, és a meccs után beszélgetek a barátommal, és kérdezem te, hogy na, mondd meg nekem, mi a vélemény is. És vakaródzik, fogja a fejét, és láttam, hogy mondom, nem akarja, mondom, idefél, nagyon régóta jó viszonyban, mondd meg, hogyha úgy ítéled meg, hogy nem jó, azt is akarom tudni a véleményed, ne kamúz, mondd el, hogy gondolsz. Na, ide figyelj. Azt mondja, én egyet láttam ezen a meccsen, ezt mi úgy hívjuk Angliában, hogy akadémiai futball. Az, hogy mindig próbálunk mindent egy-két érésből passzolgatni. De két dolgot nem láttam, hogy a futball sava borsa. Ki tud lecselezni egy embert, és ki tud kapura rúgni. A futball szóval erről szól. Aztán én azért igazolok Brazíliából játékos, mert az öt embert akar lecselezni, és arra meg tudom tanítani, hogy ne cselezzen el ötöt, csak hármat. De ha nem tud valaki cselezni, azt nem tudom megtanítani erre. Hihetetlen logikus volt, amit mondott, és az ember ott vakarta a fejét, és gondolkodott, hogy mi ezt miért nem csináljuk. Másképp gondolkodunk, másképp akarjuk csinálni, hogy jó-e vagy nem, erre úgyis az idő fog választ adni, hogy az az út járható, amit mi gondolunk, hogy jó, vagy az az út, amit a brazilok, nigériaiak, illetve egyéb országbeliek járnak, mert ez nem kép pénzkérdés, ez egyszerűen nevelés kérdése. Az eredmények mutatják, hogy valami nem stimmel, tehát most meg kéne állnunk, és irányt kellene váltanunk. Azért nehéz erre bármit mondani, mert én megmondom őszintén, nem vagyok ott a magyar akadémiákon, nem látom, milyen munka folyik, nem látom, hogy mire tanítják a fiatalokat, és ebből azt látom csak, hogy amit a meccseken látok, mi jön le. Az elképzelés, amit szeretnének csinálni, az valamilyen logika mentén megy. De megint visszakanyarodok oda, hogy a kiválasztásnál érezek egy nagyon komoly problémát. Ma pont azt a réteget zárjuk mi ki a futballból, aki olyan akaraterejével rendelkezhetne, mint a nigériaiak meg a brazilok. Tehát kitörési pontnak kezeli van, a futball. Mert ma egy-egy futballklubnál körülbelül 5-10 ezer forintos a tagdíj, annyit kell fizetni havonta, és vegyük tudomásul, igenis vannak családok, ahol nem tudják ezt megtenni, hogy ezt a tagdíjat kifizessék, mert van három gyerek, és ezeknek mindnek ugye kellene ugyanaz biztos, és nem tudják kifizetni. És ez most megint nem arról szól, hogy most valaki gazdag vagy szegény, vagy hogy hogy megy az országnak, nem erről szól a dolog. Egyszerűen a szegényekben van benne az a motiváció, hogy a kiugrási lehetőség csak ez, nincs más. Tehát nincs választási lehetőség, ezért ezek sok
sokkal jobban harapnak, általában, persze természetesen vannak kivételek, mint azok a fiatalok, akik jobb családi körülmények között nevelődnek fel. Visszaemlékeztem akkor, amikor én voltam fiatal, és azért az már elég régen volt, és azért mi is jó körülmények közt éltünk. Hozzáteszem, én is egy középcsaládból jöttem ki, nyugodtan mondhatom azt, de arra is emlékszem, hogy igazán tehetős családból nagyon kevés futballista jött ki. Talán a Simon Tibire emlékszem egyedül, aki olyan volt, aki tényleg egy jó családi körülmények között került ki, de emlékszem nagyon sok olyan gyerekre, akik eléggé csórók voltak, és azokból lettek igazán jó játékosok. Tehát én ebben érzek egy kettősséget, érzek egy picit, hogy nem biztos, hogy jól kezeljük ezt a dolgot. Előbb-utóbb biztos, hogy rá fogunk jönni, hogy mi a hiba. Tehát én azt mondom, hogy előbb-utóbb biztos, hogy rájövünk. Úgy képzem magam, meg úgy próbálok tanulni, hogy rengeteget utazok, és nézem azt, hogy máshol hogy csinálják. Illetve mindig azt szokták mondani, hogy képezzük magunkat edzők. Félig egy kicsit edzőnek is tartom magam, azért 8 évet edzősködtem, 9 évet, de én például a tanulást nem úgy képzelem, hogy én beülök egy tanterembe, és akkor nekem elkezdik magyarázni az élettant, vagy bármit. Fontos. Én azt hiszem, az élettan is fontos, mert labdarúgás velejárója. Nem, én azt mondom, hogy inkább leülök, és elolvasom a Sir Alex Ferguson könyvét, elolvasom a Louis van Gaalnak a könyvét, meg elolvasom az Ancelotti könyvét, és ebből a három könyvből ugyanaz cseng vissza, hogy a labdarúgás az a tapasztalatról függ. Tehát, ha valakinek meg kell tapasztalni az, hogy működnek a dolgok, nincs két egyforma csapat, nincs két egyforma rendszer, nincs két egyforma klub. Nem véletlen, hogy van edző, aki az egyik klubnál a csúcsra jut, a másik helyen megbukik. Nem azért, mert rosszabb edző, mert nincs két egyforma klub. Tehát én egy picit másképp látom ezeket a dolgokat, mint ami nálunk Magyarországon elfogadott. Én tudomásul vettem, hogy én ilyen vagyok, és engem jobban izgat az, hogy menjek és tanulmányozzak saját szememmel dolgokat, illetve a nagy edzőknek a könyveit elolvasgassam, mert azokból nagyon-nagyon sok mindent tanul az ember.